Virág Viktória a Hófehérke óvoda főépületébe íratta a fiát. Döntésében nem csak a lakhely és az óvoda közti távolság játszott szerepet. Elsősorban ugye a bölcsödét mi kihagytuk, mivel hogy én otthon dolgozó szülő vagyok, és akkor így nekünk ez így könnyebb volt, de most már így 3 évesen úgy éreztem, hogy megérett az óvodára, tehát a társaságot is most már nagyon kívánja. Közelebbi óvoda lett volna, csak sajnos ott nem nyílt kis csoport, így olyan óvodát kerestünk, ami ahol ismerős is az óvónéni, és egy jó környezet lesz a gyermek számára. Szempont volt az, hogy jó környezetben legyen majd az óvodás gyermek. Mit ért pontosan ez alatt? Én is ide jártam óvodába, igazság szerint, nagyon régen, a férjem is, húgom is, és akkor emlékszem rá, hogy ez egy jó, nagyon jók a termek. Közel van a Tiszapart sétára, tehát amikor itt a közelben dolgoztam, láttam, hogy sokat sétáltak a levegőn a gyerekek. Úgy éreztem, hogy ez egy jó választás lesz. Említett, hogy az óvópedagógust is ismerte korábban. Igen. Látásból egy másik óvópedagóguson keresztül, és akkor tudtam, hogy ő neki nagyon jó csoportjai szoktak lenni. A munkaerő hiány miatt a zentai Hófehérke óvoda tagintézményeiben az óvónők 26-27 fős csoportokat vezetnek. A nagy létszámú csoportokban romlik az óvodapedagógiai munka minősége, jelezte Zsoldos Kornélia óvónő. A nagy létszámú csoport mindenféleképp nehézséget jelent az óvónők számára, mert nem tudjuk úgy átlátni, nincs átláthatóság a csoporton belül, és nem tudunk annyi személyi kontaktust teremteni a gyerekekkel. Én ideálisnak a 20-as létszámokat tartom, mert akkor sokkal jobban átlátható, csoportokba tudunk velük dolgozni, 5-ös, 6-os csoportokat kialakítunk, és mondjuk egy 3-as csoportot azt simán el tudunk vezetni. Vagy játék közben is. A gyerekek egész máshogy tudnak kialakítani kapcsolatokat, barátságokat, mikor túl sokan vannak, ők is zavarják egymást, mert eleve a sorban állásnál elkezdődik a torlódás, vagy ugyanúgy, hogyha reggelizünk, vagy ebédelünk, és akkor ugye mindenki mire sorba kerül, mire megkapják az ebédet, a reggelit, ő nekik sokkal kisebb a türelmük, mint egy fölnőtt embernek. Milyen korosztály számára a legfontosabb az, hogy megfelelő létszámú csoportban működjön? Ez mindegyik korosztálynál nagyon fontos. Természetesen a 20-as létszám az inkább a nagy végzős csoportokra vonatkozik. A kisebbek azok 16, 17, 18-an vannak, ők kevesebben. Mondjuk egy végzősnél elég sok ilyen beszélgető köröket szoktunk, interaktív foglalkozásokat csinálunk, ugye főleg az iskola előkészítő csoportokban, és ha mondjuk egy 26-os, 27-es létszámot ülünk körbe, vagy beszélgetünk, akkor ott nincs türelmük egymást kivárni. Viszont, hogyha kevesebben vannak, akkor sokkal toleránsabbak egymás iránt. Kopasz Ildikó, a Hófehérke óvoda igazgatója elmondta, a 10 tagintézménybe összesen közel 640 gyermek iratkozott be idén. A korábbi években a gyermek létszám folyamatos csökkenése volt jellemző. Az a megfigyelésem, hogy majdnem minden évben, illetve minden évben az a 15-20 gyerekkel kevesebb. Tehát ugye minden évben készítjük a jelentést, minden évben az évi programot, és ebben nekünk aránylag pontosan kell követnünk, hogy hány gyerek van, hány gyereket kell szétosztani, hány csoportra, és bizony tavaly már egy kisebb csökkenés volt, és az idei évben mondhatom azt, hogy több gyerek van. Ami keserűség az egészben, hogy a munkás létszámunk pedig folyamatosan csökken. Ez értjén úgy, hogy nyugdíjba is mennek, külföldre is mennek, és sajnos nem tudunk fölvenni, mert ugye van az úgymond szépen mondott létszámstopp, ami miatt nem tudunk több munkást fölvenni. Így próbáltam megoldani, hogy eddig 33 csoportunk volt a 620 gyerekre, most a 640 gyerekre pedig 31 csoportunk, tehát 2 csoportot. Nem azért lett becsukva, mert nem lenne gyerek, hanem azért lett becsukva, mert nincs dolgozóra. Jó tudom, hogy a Hófehérke óvodának 10 tagintézménye van, ebből 6 zentán és 4 pedig a falvakban, és legjobb tudomásom szerint a falvakban továbbra is gyermeklétszám csökkenése jellemző. Igen, sajnos ezt úgy figyeljük meg, hogy a falvakban, kivéve Felsőhegyen nagyon szépen összejöttek a gyerekek, 2 nagyon szép csoport,
de viszont bugaras, tornyos és kevinnél érezhető a csökkenés. Ami egy kicsit drasztikusabb, az a tornyosi óvoda. Ott két csoport volt megnyitva, igaz, hogy nem kötelezően nagy létszámú csoport, de mégiscsak két csoport, és most csak egy csoport van megnyitva. Tehát itt azért az látszódik. Bogorason 4 gyermek van beiratkozva, és abból csak egy az iskolába induló, tehát az iskola előtti korosztály, és ott, talán ott a legszörnyűbb az, hogy kiöregedik a falu, nincsen úgy gyerek. Ez nagyon érezhető. Ott tényleg egy óvónéni 4 gyerekkel, viccesen szoktam mondani, hogy otthon több gyerekem van, mint a ő neki a csoportszobába. Tehát, hogyha jól értem, akkor a létszám növekedés az ENTA területén található intézményekre vonatkozik. Itt mindegyikre vonatkozik, mind a hatra? Itt mind a hatra vonatkozik. Mind a hatra vonatkozik, és annyira szomorú dolog az, hogy az eddig években soha senkit nem utasítottunk el, mindenkit beobadáztunk, és most bizony az idén, a 18-as évben már megtörtént az, hogy várólista alakult ki, tehát nem tudtuk fölvenni, mert nem volt egyszerűen hely. Megvan azért egy létszám, amin fölött már akármennyire is szeretném, nem tudom tovább növelni a létszámot. És az idén is nagyon úgy néz ki, hogy akik iratkoznak most még augusztusban, kevesen, mert meg se hirdettük a pótiratkozást, tehát nem tudunk több gyereket fölvenni. Ezeket a gyerekeket, akik most jelentkeznek, ezek felszólításra jelentkeznek, tehát, hogy kötelező nekik az az iskola előtti 1 év. Őket is alig tudjuk már elhelyezni, tehát növeljük, újra csak növeljük a nagy létszámú csoportot, mert őket mindenféleképpen kell óvodázni. Kopasz Ildikó hozzátette, jelenleg 51 óvodapedagógus dolgozik az óvodákban, és még legalább 2 szakemberre lenne szükség ahhoz, hogy megfelelő létszámú csoportokat alakítsanak ki.